Szeretettel köszöntöm Önöket a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról is. Én Farkas Névet vagyok. Mi vagyunk a PPH egyik 9-es szintű vezetőházas párja. Én Farkas Tibor vagyok, én is szeretettel köszöntöm Önöket. Nagyon örülünk, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, reméljük, hogy ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk itt mindenki tegezi egymást, kortól nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom informatikus volt, tehát számítás technikával foglalkoztam. Mára viszont a PPH szervezői, tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem. Polcsama településen élünk, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Egyre boldogabb házasságban párommal. A PPH előtti foglalkozásom gyógyszertári asszisztens volt, mára viszont már fő tevékenységben csak a PPH csapatszervezéssel foglalkozunk. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Mesterünk 36 éve foglalkozik az emberekkel, és 32 éve van saját szervezésű csapata, illetve közössége. Nagyon érdemes odafigyelni, főleg arra a tanításaira, amit a jövővel kapcsolatban mond, ugyanis azok mindig úgy szoktak bekövetkezni. Az előadónk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan paratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló a mi mesterünk, akkor arra jutunk, hogy a vezetésével 4 különböző területen ért el a szervezetünk piacvezetői pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki az élet és emberismeret, továbbá a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadásra képes ma a bolygónkon. Közvetlen égi forrásból tanítja az embereket. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes szeretett korszakról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket, Szedlacsik Miklós mesterkócs, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést. Köszönjük. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Ki az, aki nem elégedett a jelenlegi világunkkal? Oké. Mi baj van a jelenlegi világgal? Elnyomás. Aztán? Önzés. Egoizmus. Irigység. Pénzromlás. Egyenlőtlenségek. Egyre gazdagabb, meg egyesek, nem? Tömegesen meg szegényednek el az emberek, nem? Igazi közösségek hiánya. Közösségek hiánya. Nagyon jó. És vajon a jó emberek mit tesznek azért, hogy mondjuk legyen egy ne ilyen világ? Milyen lenne egy jobb világ? Szerintetek? Az emberek mondjuk szeretetben, békében, boldogságban élnének, nem? Nem lenne elnyomás, egészségesek lennének, nem? Mondjuk lenne elég szabadságuk, nem? Elég pénzük, kapnának elég elismerést, nem? Valami ilyesmi világban kellene élni. De vajon a jó emberek mit tesznek azért, hogy legyen egy jobb jövő? Tehát ha megnézitek, vajon a világunk javult, tehát úgy, hogy te jobban érzed magad benne. Javult vagy romlott?
romlott. De van egy szabály ebben kapcsolatban, hogy ha jó emberek nem tesznek semmit, akkor a rossz eluralkodik a Földön. És a rossz emberek azok tesznek azért, hogy a jó embereknek rossz legyen, nem? Nem tudom, figyelitek ezt, hogy jócskán tesznek azért, hogy a jó embereknek rosszabb legyen? Tehát én már tanultam a 90-es években azt, már egy illető a 70-es években megfogalmazta, hogy akkor lesz a nagy gond, hogyha a jó emberek hagyják, hogy a hatalomba bekerüljenek a rossz emberek. Tehát a szociális emberek, ő így fogalmazta, a szociális emberek hagyják, hogy az antiszociális emberek, tehát az elnyomók, azok hatalomba kerüljenek. Na most az antiszociális emberekről annyit lehet tudni, hogy pszichopaták, szociopaták, és akkor ilyen emberek kerüljenek a hatalomba. És egyre több pszichopata, egyre több szociopata kerül hatalomra, ha ezt megfigyelitek. És minél több ilyen ember van hatalma, nyilván a lakosság, az nem, a lakosság nagyon nagy része az nem pszichopata, nem szociopata, és egyébként utána tudtok nézni a neten, hogy ezek mit jelentenek. Tehát lényeg az, hogy egy szociopata meg egy pszichopata az elnyomja a környezetében lévő embereket, vagy akire hatással tud lenni. Most ha hatalma van, akkor sok emberrel tud hatásra, sok emberre tud hatással lenni. És akkor ha ők vannak hatalmon, akkor egyre rosszabb és rosszabb lesz a szociális embereknek, amely a bolygó nagy részét kiteszi. Tehát mondhatjuk azt, hogy a nagyon nagy rész az, az nem pszichopata, az nem szociopata. És mégis ugye egyre rosszabb és rosszabb világban. Van egy másik szabály, ahol az emberek nem boldogok, ott jelen van az elnyomás, és az elnyomó vagy az elnyomók ott bőszen tevékenykednek. Tehát csak azért mondom, hogy tisztában legyünk azzal, hogy nem magától lesz egy rosszabb világ. Tehát olyan nincs, nem is volt sose, hogy magától legyen egy rosszabb világ. Aktívan tesznek azért bizonyos emberek, akik eltérnek a többi embertől, mert ilyen antiszociális gondolkodásuk van, tehát az úgy gondolják, hogyha az emberek boldogulnak a környezetükben, akkor az nekik rossz lesz. És ezért ugye úgy intézik, hogy az emberek ne boldoguljanak a környezetükben. Ez nem mese, ez tény. Oké? Tehát ez tény. Tehát ez nem kitalálmány, ez így működik. Tehát minden ember boldog lenne a Földön, hogyha nem lennének elnyomók, érted? És nem dolgoznának az elnyomók azon, hogy te rosszul érezd magad a bőrödben. Gondold végig, a bolygón minden ötödik ember elnyomó. Vagy pszichopata, azok vannak kevesebben, vagy szociopata, azok vannak többen. Mi a különbség a kettő között? A pszichopaták így születtek. A szociopaták pedig azzá váltak. Ez a különbség, érted? Tehát az így születtek azt jelenti, hogy már az édesanyja hasában létrejött az, hogy a pszichopata lesz. Oké? A szociopata az pedig később vált elnyomóvá a gyerekkorában. Az elnyomás következtében. Oké? Tehát az azt jelenti, hogy már gyerekkorában őt elnyomták, és ezért ő úgy gondolja felnőttként, hogy neki el kell nyomni másokat, hogy ő boldoguljon. Világos ez? Bizonyára találkoztatok ilyen emberekkel, és a saját ismeretségi körünkben is minden ötödik ember az sajnos elnyomó. Tehát vagy pszichopata, vagy szociopata, de a többsége a szociopata. Tehát az jóval kevesebb ember a bolygón, aki már a terhességi állapotban, tehát az édesanyja terhességi állapotban kialakította, kialakult, hogy ő ilyen elnyomó lesz. Az a ritkább. Jó, tehát, és az a baj, hogy
olyan világban élünk, hogy sajnos egyre több kerül hatalomra. És ez azt jelenti, hogy az emberek kevésbé boldogulnak. De ugye azért boldogulnak kevésbé, mert miért boldogultak könnyebben régebben? Mert mások voltak a környezeti hatások. Tehát régen nem volt média, az emberek híreket egymás közt szájon közvetítették, max néhányan olvastak újságot, az abból jöttek a hírek. Utána jött a rádió, utána jött a tévé, utána jött az internet, és egyre több csatorna van, ahol áramlik a rossz hír az emberek számára, amely félelemkeltő rossz hír, amely együttérzést keltő rossz hír, okay, bánatot keltő rossz hír, szánalmat keltő rossz hír, és ez hat az emberekre negatívan. És az emberek hallgatják ezeket a híreket, és egyre rosszabbul és rosszabbul érzik magukat. És ahogy az emberek egyre rosszabbul és rosszabbul érzik magukat, azt veszik észre, hogy egyre nehezebbé válik az életük. Tehát egyre nehezebben boldogulnak az életben. Miért? Mert így működünk, hogyha rossz hangulatú voltál életedben, akkor semmi nem úgy működött, mint mikor jó hangulatú voltál. Ezt te saját magad megfigyelhetted a saját életedben. Hogy bárki, aki rossz hangulatúvá válik, annak elkezd rosszabbul menni az élete. Ha jobb hangulatú, akkor jobban boldogul az életében. Minél jobb hangulatú, annál jobban boldogul az életében. És meg kell ezt fordítani, tehát az antiszociális emberek azért törekednek arra, hogy te rossz hangulatú legyél, mert minél rosszabb hangulatú egy ember, annál könnyebben irányítható. Oké? Annál kevésbé önálló. Annál kevésbé tud önállóan boldogulni. Minél rosszabb hangulatú. Ezért, ugye, hogy irányítsák az embereket, tudatosan rossz hangulatává teszik. Ha esetleg nem tudják, hogy ezt hogy kell csinálni, akkor felbérelnek pszichológusokat, és a pszichológusok, akik tanulták az emberi elme működését, elmagyarázzák nekik, hogy mit kell annak érdekében tenni, hogy az emberek rossz hangulatúak legyenek. Érted? Szó szerint. Tehát gondold végig, egy félelemben lévő ember, akihez kellő félelem hírt el, tehát továbbítanak, egy félelemben lévő ember, az hogyan boldogul az életében? És gondold végig, az elmúlt 2020 óta, az elmúlt 3 évben, volt félelemgerjesztés? Nehogy azt mondta, hogy nem volt. Hát aki azt mondja, hogy nem volt félelemgerjesztés, az vak. Soha ennyi félelemgerjesztés nem volt, mióta én élek. És a félelemben lévő ember, az sokkal, de sokkal nehezebben boldogul. Ezt meg kell fordítani. Csak az egyén, tehát ahogy az egyénnek romlik le a hangulata, az egyén hozhatja vissza a hangulatát, és hozhatja helyre a saját életét. Tehát ha megnézzük, mi kell ahhoz, hogy az ember boldoguljon az életébe. Tehát ahhoz kell az, hogy minél kevesebbet legyél beteg, nem? Minél egészségesebb legyél. Az, hogy az ember megbetegszik, az a saját életének, életritmusának, cselekedeteinek a következménye. Ha az ember tudja, hogy a betegség az hogy jön létre, bármilyen betegség, akkor tehet az ellen, hogy az ne jöjjön létre, az a betegség. Az embereknek halvány lila dunsztjuk nincs erről. Hogy mit kellene annak érdekében tenni, hogy egy betegség, bármilyen betegség hogy alakul ki,
és azt hogy akadályozzuk meg, hogy ne alakuljon ki. Oké? Tehát sok ember azért tesz, hogy beteg legyen, nem beteg akar ő lenni, hanem olyan életet él, hogy megbetegíti magát. Érted? Sok ilyen körülmény van, ami által az ember megbetegíti önmagát. Ide sorolandó az egyik, mondjuk a stressz. A nyugodt ember kevésbé beteg. Egy nyugodt ember az nem kap agyvérzést, az nem kap szívinfarktust, gondold végig. Vagy mondok másikat. Az emberek létrehozzák azt az élethelyzetet, hogy nincs az életükben szeretetáramlás. Kellő szeretetáramlás. Tehát, hogy ő saját maga úgy érzi, hogy nem szeretik eléggé. Vagy nem tud elég szeretetet adni, nem nincs kinek. Erre ugye mi történik? Elkezd betegeskedni. Például, mondom, milyen betegség? Mondjuk cukorbetegsége lesz. Oké? Kialakítja a cukorbetegségét, a szeretet hiány. Vannak itt cukorbetegek véletlenül? Nem kell jelentkezni, csak gondolják végig. Oké? Csak egy dolgot mondtam a szeretettel kapcsolatban. Tehát minden betegségnek megvan az az oka, ami létre tudja hozni ezt a betegséget. Az a körülmény, ami létrehozza azt a betegséget. Ha az ember létrehozza azokat az életkörülményeket, amely megakadályozza a betegség létrejöttét, akkor nem lesz az a betegsége. És ha minél több betegséggel kapcsolatosan tudja azt az okot, hogy mi hozza létre, akkor annál inkább tudja, hogy mit kell tenni a jelenben, hogy ez a betegség ne alakuljon ki. Világos ez? Vagy például vannak szívbetegek? Esetleg itt, akiknek volt életükben valamilyen szívproblémája? Ugyanúgy szeretet. Ugyanúgy a szeretet kérdés. Érted? Nekem, mit tudom én, a rokonaim között vannak olyanok anyai ágon. A rokon az azt jelenti az én esetemben, hogy már ugye nem nézem a nagybátyáimat, nagynénémet, nézem a unokatesóimat. Vannak olyan családok, ugye 8 családról beszélünk velem együtt, és tehát 8 családban vannak az unokatestvéreim, és van olyan család, ahol mindenki szívbeteg. Mindenki, mit tudom én. 4 voltak testvérek, 2 szívbetegségben halt meg, 2 szívbeteg, de még él, hála Istennek. Érted? És úgy lehet szépen nézni, hogy a testvéreknél hasonló betegségek vannak, de nem azért, mert hogy örökölték, nem. A szüleiknél ilyen nem volt. Ők élnek meg olyan élethelyzetet, ahol mondjuk hiányzik a szeretet. Érted? Na most megnézzük az ember stresszel például. Stressz helyzetek vannak. A stressz helyzetek létrejönnek a konfliktusokból. A stressz helyzetek létrejönnek például a pénztelenségből. Tehát mikor nincs az embernek elég pénze. A félelmek hozzák létre elsősorban a stressz helyzeteket. Tehát amikor az ember valamitől tart, valamitől fél, akkor stresszes lesz. Na most a stressz az egy csomó betegség kiváltója, most idézőjelben csomó betegség. Ha az ember létrehozza azt az életkörülményt, hogy ne kelljen neki stresszelnie, akkor nem jönnek létre azok a betegségek, amiket a stressz hoz létre. Érted? Na most gondold végig, ha az emberek ezeket nem tudják, akkor mit tudnak tenni? Például, ugye az imént említettem, hogy stressz helyzet ugye kialakul a rossz emberi kapcsolatok révén, kialakul mondjuk az anyagi helyzet olyan, hogy mondjuk nehezen jönnek ki az anyagiakkal.
De ezekre van megoldás. Tehát van megoldás arra, hogy az embernek jó emberi kapcsolatai legyenek, van megoldás arra, hogy az embernek elég pénze legyen. Ki az, aki már foglalkozott valamit azzal, hogy történelem? Úgy érdekli ez a téma. Történelem? Életedben? Látom, nem sokan. Oké. Okay. Vagy nem láttam elég kezet. Még van még egy teszt. Oké, na jó, köszönöm, jó, most már több kezet láttam. De én nem csak azt a történelmet szeretem, ami most volt, én a nagyon régi történelmet is szeretem. Tehát engem érdekel például az a történelem, hogy hány emberiség volt ezen a bolygón. Ki az, aki már foglalkozott ilyen gondolatokkal, hogy hány emberiség volt ezen a bolygón? Tudjátok, hogy nem mi vagyunk az egyetlen emberiség? Volt már több előttünk. Ki az, aki hallotta arról már, hogy volt több emberiség a Földön? Tegye már fel a kezét. Ó, szuper, nagyon jó. Nagyon jó, kiváló. És azzal is foglalkoztál, hogy mi lett az előző emberiségekkel? Miért tűntek el? Hova lettek? Ki az, aki foglalkozott már ebben, így nézett utána ilyen dolgoknak? Nagyon jó. Oké, szuper. Tehát gondold végig, az előző emberiségek azért tűntek el, ez megállapított tény. Egy ok azért volt, hogy elkezdtek Istent játszani. Érted? Elkezdtek Istent játszani. És utána lehet valami óriási természeti katasztrófa, és sütty, elsöpörte az emberiséget. Oké? Okay? Nézzük a másikat, hogy megszűnt az a fajta működés, amit úgy hívunk, hogy szeretet, béke, boldogság. Érted? Megszűnt. Tehát már nem így működtek. Tehát például foglalkoztál azzal, hogy miért tűntek el óriási társadalmak, birodalmak a Földről. Ki az, aki foglalkozott már ilyennel? Csak úgy utána nézegetett. Tehát nem tudom, tudod-e, hogy a római birodalom miért tűnt el? Mert az erkölcs fölbomlott. Érted? Elkezdtek erkölcstelenül működni. A becstelenség az eluralkodott. Érted? És ha rossz eluralkodik a Földön, akkor jó embereknek annyi. Szóval az összes birodalom, sőt az emberiségek úgy tűntek el, hogy etikátlanság véget. Érted? Tehát az is egy etikátlanság, mikor az ember túl sokat képzel magáról. Van ezzel kapcsolatban egy viccem, jó? Mi a különbség Orbán Viktor és a Jóisten között? Hogy a Jóisten nem akar Orbán Viktor lenni. Érted? Tehát ez azért, mert sok ember a világon, tehát ez nem politizálás, csak egy aranyos vicc, mikor hallottam. Gondold végig, sok ember a világon, a hatalmon lévők, azok többre tartják magukat, mint egy Isten. Érted? De ez tényleg így van. Én beszéltem egy olyan személlyel, aki a Kádár korszaktól, már Kádár János idejében is protokoll főnöke volt a magyar kormánynak. Érted? És egészen az első Orbán kormányig ő volt a protokoll főnök. Úgy hívták, hogy Görög Ibolya. Tehát Görög Ibolya. És elmondta azt, hogy tök normálisan államfők lesznek, érted? Ezek az emberek, és utána a hatalomtól megrészekülve azt hiszik, hogy ők az Atya Úr Istenek. Érted? És amikor a világban a hatalmon lévő emberek azt gondolják, hogy ők az Atya Úr Istenek, akkor nehogy valaki azt mondja, hogy akkor a jó és a tisztesség és a becsület fog eluralkodni, meg az erkölcs. Érted? Szóval egy olyan világot élünk, hogy megyünk a saját
katasztrófánk felé, ha nem teszünk valamit. Én gyerekkoromtól éreztem, hogy valamit tennem kellene, tényleg. Tehát nem azért, mert elégedetlen voltam a világgal, hanem azt éreztem, hogy én valahogy kilógok a sorból, és én nem akárki akarok lenni, nem egy átlag ember akarok lenni gyerekként, felnőttként, érted? Egy gyerekként az voltam, szüleim is átlag emberek voltak. És utána elkezdtem foglalkozni olyan tevékenységekkel, nem alkalmazottként, hanem vállalkozóként, ami révén nagyon sok emberrel kellett foglalkoznom már életem során. Tehát 1987 óta foglalkozok emberekkel, és 93-tól vezetek, tanítok embereket. És 91-től van saját szervezésű csapatom. És ugye elhangzott, hogy azóta, 93 óta 4 piacvezetői pozíciót éltünk meg, abból 3-ból még mindig piacvezetők vagyunk, pedig 2-t már nem is csinálunk. Már rég nem csinálunk. Van olyan, amit 20 éve, 23 éve nem csinálunk, és mégis piacvezetők vagyunk benne. És működik az a tevékenység. Van olyan, amit azt mondja, hogy 2007, akkor az hány éve? 16 éve nem csinálunk, és mégis piacvezetők vagyunk benne. És amit most csinálunk, abban is piacvezetők vagyunk. Tehát hála Istennek el tudtam azt érni, hogy ne átlag ember legyek. Ami azt jelenti, hogy azóta kaptam arról információt, hogy én miért vagyok itt. Oké, tehát tudom, hogy miért vagyok itt. Akkor ráadásul még ennek én is utána tudtam nézni, hogy miért vagyok itt. Azért vagyok itt, hogy együtt létrehozzunk, nem egyedül, csak a vezetésemmel, létrejöjjön egy újfajta világ. Nem világrend, nehogy félreértsd. Tehát olyan világ, ahol nincs főnök, nincs beosztott. Képzeld el? Nincsenek miniszterelnökök, meg stb. Érted meg? Ilyen diktátorok, meg ilyen önjelölt diktátorok, meg ilyesmi. Nincsenek. Nincsenek királyok. Érted? Hát gondold végig. Egy ember, aki a saját életének az irányítását teljes egészében a kezében tudja tartani, tudja, hogy mit kell tennie, tudja, hogy milyen képességei vannak, azt nem kell irányítani. Ott nem kell irányítás felette. Érted? És egy olyan világnak kell jönnie, ahol az emberek annyira tudatossá válnak, hogy egyszerűen képesek arra, hogy megbeszéljenek dolgokat, és utána mindenki a megbeszélt alapján cselekedjen. Ahol nincs utasítás. Érted? Mert mindenki annyira tudatos és etikus, tisztességes, becsületes, erkölcsös, hogy képes arra, hogy helyesen cselekedjen. Érted? Ha hibázik, kijavítsa. Érted? Ezért ne kapjon leszúrást, stb. Stb. Tehát egy ilyen világnak kellene jönni. Miért? Ki az, aki hisz abban, hogy nem egy életünk és egy halálunk van? Nagyon jó, szuperek vagytok. Oké, köszönöm. Tehát, mit gondolsz ezzel kapcsolatban? Gondold úgy végig röviden. Tehát ugye én nem gondolok ezzel kapcsolatban, hanem én tudok ezzel kapcsolatban. Tehát én azért tartok előadásokat, azért van a YouTube-on fenn több mint 1000 előadásom, nyilvános, és körülbelül ennél több nem nyilvános előadásom, mert nekem az a dolgom, hogy átadjam azt a tudást, amit rám bíztak, és rám bíznak folyamatosan. Oké? Azzal kapcsolatban, hogy az embereket felvilágosítsam az élet és az ember működéséről. De onnantól
hogy téged megteremtettek. Nem mint testet, mert az könnyen rájöhetsz, hogy hogyan teremtettek mint testet meg, mert a szüleid összedugták az, ami volt, nem? És létrejött a tested anyukádból, és kis részben apukádból. Oké? Nem erre gondolok, hanem benned van egy olyan dolog, ami más. Ki az, aki hisz abban, hogy neki van lelke? Tegye már fel a kezét. Oké, köszönöm szépen, szuperek vagytok. Szóval, akkor beszélhetünk egy kicsit a lelkünkről, nem? Tehát, nem magától jött létre, azt teremtették. És tanítom azt, hogy hogyan teremtették a lelkünket mindenkiért, érted? Azt is tudom tanítani, hogy hogy jött létre a világon az anyag. Hogy jött létre a világon az élet, érted? Iskolákban ilyet nem tudsz tanulni. Gondold végig, több információ van ezekkel kapcsolatban, mint a tudósoknak. Oké? És ha végig gondolod, amikor ilyeneket tanulsz, rájössz, hogy tök logikus, amit elmondok. Tehát egyszerűen azt mondja a belsőt, hogy az úgy van. Érted? Tehát azért vagyok, hogy átadjak olyan információkat, ami felvilágosít arról, hogy te ki vagy. Mi a célod, mi a küldetése, mi a szereped itt a bolygón, érted? Ezt mind át tudom adni. Minden egyes embernek, akár külön-külön is. Csak arra azért nincs időm. Szóval lényeg az, hogy nem csak úgy vagyunk, hogy legyünk, érted? Nem. Hát a gondold végig, benned van egy olyan lélek, amely halhatatlan. És amely nem ezen életed leszületésekor jött létre, hanem évmilliókkal vagy évmilliárdokkal ezelőtt jött létre, úgyhogy létrehozta valaki, és tudod, ki hozta létre? Az első számú teremtő a világegyetemben, akit nevezhetsz te. Atyaistennek nevezhetsz te, egyistennek nevezhetsz te, bárminek. A világegyetemben az összes értelmes lény lelkét ő hozta létre saját magából. Oké? A saját lelkéből. Jó, de ez csak úgy egy rövid dolog ezzel kapcsolatban. Tehát gondold végig, van benned egy olyan lélek, amely lejött ide tanulni. Lejött ide fejlődni. Érted? Tehát fejlődni jött le. Tudod, mit jelent a fejlődés? Hogy egyre több és több tudással rendelkezni. Miről? Az élet és az ember működéséről. Érted? Ezért vagy itt. De nem ezért vagy itt, mert te valószínűleg nem ezért vagy itt. Tudod, miért vagy itt? Hogy segíts azokon, akik itt rekedtek. Érted? Mi az, hogy itt rekedtek? A reinkarnációs, ki az, aki hallotta már ezt a szót, hogy reinkarnáció? Tudod is, hogy mit jelent? Biztos vagyok benne. Tudod, azt jelenti, hogy újjászületés. Tehát beleköltözik a lelkünk egy új testbe. Jó? Ez az inkarnációs folyamat a múlt században 13 év volt, átlagosan. Most már 4 év, átlagosan. Oké? Közte van egy köztes létállapot. Sok minden történik ott abban a létállapotban, azt is tanítom. De lényeg az, hogy abban a létállapotban dől el, hogy milyen családban fog születni. Kiválasztod a családodat. Érted? És kiválasztod azt, hogy mivé kell fejlődnöd az életed végéig. Érted? Kiválasztod azt is,
hogy mit fogsz tenni az életedben. Jó, de ez nem azt jelenti, hogy azt is fogod tenni, mert mielőtt leszülettél, az összes ilyen jellegű tudást kitörölték. Oké? De mégis van olyan módszerek, ősi tudományok, amelyről kideríthető egy embernek az életútja, feladata, küldetése, stb. Stb. Érted? És az emberek azt gondolják, hogy azért vagyunk, hogy legyünk. Azért vagyunk, hogy nem tudom, szórakozzunk, gyerekünk legyen, együnk, ígyunk, stb. Stb. Nem ezért vagyunk. Itt kétféle ember van. Van, aki benne van, beleragadt egy inkarnációs, reinkarnációs folyamatba. Van, aki azért jött le, hogy a többieket ebből kihúzza. Én azért jöttem le, hogy a többieket kihúzzam. Az előző életemben, akármilyen hihetetlen, nem a Földön voltam, hanem a Sirius B-n. Oké? És ott is nem embereket, hanem annál magasabb rendű lényeket tanítottam. És ezt nem én találtam ki, képzeld el. Szóval, lényeg az, hogy sokan a bolygón az előző életüket nem itt töltötték. Oké? Az elmúlt 200 évben rengetegen jöttek le azért, azért vagyunk ilyen sokan, rengetegen jöttek azért le, hogy kihúzzuk az itt ragadtokat. De ahhoz, hogy ezt meg tudjuk csinálni, fel kell fejlődni egy magasabb szintre. Oké? Lehet, hogy ez sok embernek meredek, de ez egy csodálatos dolog. Tehát itt az a legfőbb probléma, hogy megértsük, nézzük akkor, mit is csinálunk, jó? Tehát rendszeresen egyedülálló képzéseink vannak. Azért, hogy fejlődhessenek az emberek egy sokkal jobb világ eléréséért. Na nézzünk tovább. Elég tudást adunk az embereknek az élet és az ember működéséről. Hozzásegítjük a tanuló partnereinket egy olyan közösségen belül, hogy ami független, abszolút független, tehát nincsen ilyen vallási, vagy politikai, vagy fai, vagy bármilyen elkötelezettségünk. Hozzásegítjük a szeretethez, az egészséghez, az elismeréshez, és az elég pénzhez. Tehát, hogy boldog életet tudjanak élni. A tanulók pedig lehetőséget kapnak arra, minden tanuló, ez egy lehetőség, ez nem kötelesség, ez egy lehetőség, hogy ajánlják a Nyílt Akadémiánál, tehát a Nyílt Akadémiát, emlékeztek, ha ide visszamegyünk, tehát itt vannak cégnevek, a Hunoltrade részvénytársaság, tehát mondhatjuk azt, hogy a Tanoda 2000 Kft. Volt az első. A Tanoda 2000 Kft. Tulajdonosai hozták létre a Hunoltrade részvénytársaságot. Oké? A Hunoltrade részvénytársaság létrehozta a PPH-t. A PPH pedig létrehozta a Nyílt Akadémiát. Oké? Tehát, hogy így néz ki a folyamat. És a Nyílt Akadémiánál tanulunk, és ott van a tanulás. Minden szerdán és minden vasárnap. Minden szerdán ugyanabban az időpontban, szerdánként ugyanaz az időpont, és vasárnap egy kicsit eltérő, de ugyanabban az időpontban. Szerdán 6 órai kezdéssel, és vasárnap pedig 5:30 kezdéssel. És vasárnap, ugye ez 8:45-ig tart, szerdánként pedig 8:10-ig. Közte van egy szünet mindig. Tehát összesen egy hónapban van 30 óra képzésünk. Tehát 30 óra. 30 órában tanulunk. És ugye akik itt tanulnak, azoknak lehetőségük van arra, hogy felkínálják másoknak a tanulást.
Tehát ajánlják a tanulást. És ezt ilyen láncban csináljuk. Tehát szó szerint képzelj egy láncot, amely lóg föntről lefele, és a tanulók mindig egy láncszem a láncban. És a lánc időrendben kapcsolódik egymáshoz. Ez olyan, mint hogyha időben egymáshoz mindig hozzá kapcsolálni láncszemet oda alulra. Érted? Ugyanez, a tanulók így kapcsolódnak egymáshoz. Tök mindegy kiszervezte, nem számít. Mindig a lánc legaljára kerül, a legutolsó regisztrátum. Oké? Még akkor is, ha nem tanuló. Tehát, ha valaki beregisztrál, már bekerül a lánc aljára. A tanulók ugyanúgy ott vannak, mint regisztráltak a lánc alján. Érted? És mindig a legújabb regisztrált van a lánc legalján. Érted? És így, hát valami mély láncaink vannak, ami kialakult. Na ez a láncépítő üzlet. Jó? És milyen üzlet? Mert ez egy üzlet. És a Hunor Trade finanszírozza ezt az egészet, és felkínálja, hogy bárki, aki tanuló, tehát a tanulók regisztráltak nem csinálhatják, csak a tanulók, csinálhatják azt, hogy csinálhatnak maguknak magából az ajánlásból egy üzletet. És ez azt jelenti, hogy mindjárt beszélek egy kicsit majd az üzletről, egy szabad üzlete lehet bárkinek, aki ebben élni akar. Mit jelent az üzlet? Hát az üzlet azt jelenti, hogy pénzkeresés. Világos ez? Jövedelem. Tehát aki üzletet épít a világon, bármilyen üzletre gondolj, az egy vállalkozás, cég, vagy bármi más, azok jobban élnek, mint azok, akik alkalmazottak. De a láncépítő üzlet egy olyan üzlet, ahol az ember szabad lehet. Mert gondold végig, onnantól, hogy te a láncba bekerültél, és a láncba bekerülnek az emberek, mindenki, aki bekerül, függetlenül attól, hogy te szervezted, vagy nem te szervezted, azután te részesedhetsz. Oké? Okay? Akkor, hogyha te tanulóként szintén hozzájárulsz arra, ahhoz, hogy a lánc mélyüljön, növekedjen. Világos ez? Tehát, hogy nőjön a csoport, úgy is lehetne mondani. De a csoport azt láncba képzeld el. Tehát nem össze-visszasságban vannak az emberek. Tehát ugye egyszerű lenne leráhozolni, mert egyszerűen láncban vannak az emberek lefele. Tehát nem így vannak láncban, hanem az így vannak láncban. Érted? Mert ez nem lánc. Ezt úgy hívják, hogy más. Jó? Na szóval. Nézzük tovább. Mit csinálunk? Coachképzéseink által az embereknek eljutatjuk azt a tudást, képességeket, gyakorlási lehetőséget, hogy képes, amelyek által olyan élet és emberismerethez jutnak, hogy képesekké válnak az élethelyzeteik helyes kezelésére, a problémáik megoldására, illetve megelőzésére, a célok elérésére, továbbá az emberek és az élet jobbítására, a lelki fejlődésre. Így az emberek képesekké válnak szeretetben, békében és boldogságban együttműködve élni azért, hogy a Földön legyen egy szeretett korszak. Mikorra? 2035-re. Kell, hogy legyen egy szeretett korszak. Tehát addig van az emberiség legutolsó mandátuma. A jelenlegi emberiség legutolsó mandátuma. Oké? A 2035-től az új emberiség az nem homo sapiens, hanem homo novis. Oké? Tehát ez azt jelenti a homo novis, hogy új ember. Tehát mit jelent az új ember? Hogy nincs benne félelem. Tudod, ezt jelenti? Tehát az, aki fél, az nem tud új embernek lenni. Érted? Új emberré válni. Tehát meg kell tanulni azt, hogy az ember képes legyen, hogy ne féljen. Az embernek egyébként ez a legnagyobb problémája. Tehát a homo novis, amikor az ember tudatában képes arra, hogy átváltozzon, az azt jelenti, hogy annak az lesz az eredménye, hogy nem fél semmitől.
Hány dologtól féltél már életedben? És mennyire gátolt a félelem? Gondold végig. Mennyivel másként működtél volna, ha soha nem féltél volna semmitől? És képzeld el, van benned egy olyan lélek, ami soha nem fél semmitől, te mégis félsz. Nem érdekes? Tehát akkor vajon mi vezérli a félelmedet? Hát nem a lelked. És ugye miért fél az ember? És miért fél minden élőlény? Mármint ugye megnézed, nem a fára, meg a fűre gondolok élőlényként, hanem a, azokra az élőlényekre gondolok, amelyek mondjuk a bogaraktól indulnak fölfele, érted? Tehát mit tudom én, emlős, stb., madár, stb. Stb. Mind fél. Mind fél. Miért fél? Mert van benne egy életösztön. Félti az életét. Érted? Ez motiválja, tehát a túlélés motiválja a félelmét. Érted? Fél attól, tehát az motiválja, hogy nem él túl, hogy elpusztul. Érted? Tehát bele van kódolva minden egyes ilyen típusú élőlénybe az, hogy túl kell élni. Érted? És a túlélésben ott van a félelem. Érted? Nem tudom, elég világos voltam-e. És ezáltal, mivel az ember testileg ugyanolyan hasonlatos, mint a többi élőlény, tehát a testünkben van egy ilyen, hogy a testünk élettartama véges, és minden olyan élőlény, amely valamilyen ösztönösséggel rendelkezik, ösztönös működéssel, nem azt mondom, hogy gondolkodással, ösztönös működéssel, abban mind ott van az, hogy ő elpusztulhat. Érted? És az emberben is ott van, hogy a tested az elpusztul, és soha nem fog megújulni. Most képzeld el, tanítják a vallásokban, hogy majd feltámadnak az emberek. Hogy képzeld el, az elrohadt test föltámadna, ott a csontvázak ott majd jönnének. Hogy? Hát ekkora baromságot. Érted? Ha azt mondanák, hogy a lelked föltámad, azt megértjük. Érted? De szó nincs erről. Hogy kikelnek majd a sírból, és majd jönnek. Hát azokat úgy hívják, hogy zombik. Zombi támadás. Jó? Még csak az kellene. Érted? Tehát gondold végig, hogy ez nem így működik. Tehát az ember azért fél, mert van egy teste, és a test az tényleg meg tud halni. Mert az anyag, az összes állat az anyagból van, és mind fél. Minden van ösztön. És ebben nagyon hasonlatos a testünk működése, és félünk. De tudod, miért félünk? Mert tényleg a testünk az el fog múlni. Hát ha valaki meghal, akkor meghal a teste. De van egy részed, ami sose hal meg. És ez pedig a lelked. És most itt ez egy kérdés van. Az fél, aki testvezérlésű. Az nem fél, aki lélekvezérlésű. Miért? Mert a lelke soha nem hal meg. És ezt nem tanítják, az embereknek tanítanák kiskoruktól, hogy nincs mitől félned, mert a tested hal csak meg, a lelked soha, érted? Akkor senki nem félne a haláltól. Passzus kulcs. Nem lenne halálfélelem, de tudod, milyen probléma lenne ebből? Nem tudnának benned félelmet gerjeszteni. Semmilyen félelmet. Mert tudnád azt, hogy te örök létű vagy. Mert a lelked az örök létű. Az egy energia lény, egy értelmes energia lény. Érted? Tehát azért vagyunk manipulálhatóak, mert van egy testünk, és abba bele van kódolva, hogy elmúlik. Mert anyag. De az energia, az nem múlik el. Tanultak fizikában. Az max átalakul, maximum átalakul. Emlékeztél?
Vagy emlékszel arra, amikor ezt tanultad? Az energia az nem vész el, csak maximum átalakul. Érted? Ugyanez. A lelkünk nem vész el, de még átalakul is alakul át. Nem alakul át mássá, az egy különleges energia. Semmivé nem tud alakulni, megmarad lélekként. Érted? Gondold végig, itt vagy, mit tudom, egy átlag ember él vagy 75 évet. Közben meg mondjuk van egy 100 millió éves lelked, érted? Ez a 75 év abban mennyi? Hány százalék? Múltkor kiszámoltuk olyan, mint mondjuk a pár másodperc az életedben. Pár másodperc az életedben, a esetek legtöbbében semmit nem jelent. Érted? Semmit nem számít. Hát ezért jöttél le? Mert azt mondtad, hogy mit számít nekem abból a 100 millió évből, csak most mondtam egy példát a 100 millióra, lehet, hogy sokkal idősebb vagy, 100 millió évből 75 év. Mi az? Egy pillanat, érted? És ezáltal, hogyha az ember tisztában van az élet és az ember működésével, nincs mitől félnie. Akkor, ha tisztában van azzal, hogy helyes úton jár, és azt neki végig kell csinálnia, és ahhoz megkapja a kellő segítséget és kellő védelmet. Védelmet is természetesen, ha nincs mitől félnie. Érted? Ha az emberek ezt tudnák, de azt gondolják az emberek, hogy mégis milyen fiatalon halnak meg emberek, és tették a dolgukat vajon? Azt tették, amiről leszületett? Biztos, hogy nem. Tehát egy ember azért születik le, mert van egy küldetése, és mivel nem tudja az ember a küldetését, eltérülhet a küldetésétől. De az ember rátalál a küldetésére, már pedig te itt rátaláltál, vagy rátalálhatsz, ha még nem vagy itt, akkor onnantól kezdve neked más életet tud lenni. Érted? Egy segített életet tud lenni. Hát most gondold végig, ha nem lenne vége ennek az emberiségnek 2035-re, akkor is hova fog fajulni a világ, ha így fejlődik? Hova? Milyen világban fogunk élni 5-10 év múlva? Ébredj már föl! Érted? Milyen világban? Hát az, hogy ne legyen ilyen világ, tennünk kell közösen. És hogy tudunk tenni? Úgy, hogy elsősorban a saját tudatosságodat emeled. Érted? De magadtól nem tudod, mert van egy környezeti hatás, és ez mindig vissza akar húzni. Érted? Kell egy ellenpólus, egy olyan közösség, amely azt segíti, hogy emelkedj. És ne süllyedj. És itt van egy közösség, totál egyedülállóan a bolygón, becsöngetett a vizem, totál, be van csönget, csöngettem nektek, látod, véletlenül, nem véletlenül. Itt van egy olyan lehetőség, egy egyedülálló teljesen a bolygón, hogy megváltoztathatjuk az emberiség gondolkodását. Úgy, hogy mindenki a saját életét meg tudja változtatni. Érted? A tudás miatt. A tudás miatt. És én ezt látom, és tudod, milyen csodálatos dolog látni, hogy az emberek könnyebben boldogulnak az életükben? És egyre könnyebben és könnyebben boldogulnak az életükben? Egy csodálatos dolog. És azt látni, hogy mindenki, aki akar tenni azért, hogy könnyebben boldoguljon, tud tenni, hogy könnyebben boldoguljon, ha van tudása. Tud, tudás. Oké? Okay? És akkor nézzük tovább. Tehát mondhatjuk azt, hogy mindnyáján kaptunk egy utolsó esélyt a szellem és lelki fejlődésre. Ezeken a területeken segít az itteni tudás. Jó? 10 terület. 25 nagy témánk van egyébként. Havi 30 órás, mint elmondtam.
igénybe vetted személyesen a helyszínen, vagy élőben interneten keresztül, tévén vagy rádión, illetve videó vagy hangfelvételről. És továbbá le is töltheted telefonra, számítógépre, amire akarod, pendrive-ra. A coachképzésünk piaci értéke havonta 200 ezer forint. Ennyi az értéke. Ezzel szemben, amennyiben most kezded el a képzésedet, most olyan akcióban vehetsz részt, ahol nem csak egy nagyon kedvező 19.700 forintos első havi indulási és 12.500 forintos nagyon kedvező további havi tandíjat kalkuláltunk ki neked. Tehát első hónap 19.700, második hónaptól 12.500. Hanem vállaljuk az akciós további havi tandíj, tehát a 12.500 forintos havi tandíj árának fenntartását is számodra. És akkor itt vannak a képzéseink, csak úgy röviden, etika coach képzés, eredményes tanulás, önismeret. A coach azt jelenti, hogy ember és életjobbító. Tehát itt van a 25 nagy téma, kicsit gyorsan lapozok, de talán a címszavakat el tudod olvasni. Így a vastaggal kiemeltet. Szemeszterek után bizonyítványokat adunk, az összes után pedig diplomát. És akik már a Nyílt Akadéminál tanulnak, fejlődnek, képesekké válnak megoldani az életüket, és eljutni a szeretett korszakba, az aranykorba. Nézzük tovább. Na szóval nézzük azt a részt, hogy tehát ha azt gondolja valaki, hogy az emberek maguktól csak úgy akarnak tanulni, akkor óriási tévedésben vagy. Mondok példát, jó? Ismersz-e olyan embereket, akiknek van valami párkapcsolati gondjuk? Elég sok olyan pár van, nem? Akinek van párkapcsolati gondja. Na most ugye megkérdezném, hogy akinek párkapcsolati gondja van, te az ismerősödnél, akinek párkapcsolati gondja van, azt látod, hogy elmentek mondjuk valamilyen párkapcsolati tanácsadásra, képzésre, akármire? Nem. Kevesen, nagyon kevesen, nagyon ritkán előfordul. Pedig a párkapcsolati tanácsadók vannak a legtöbben az összes tanácsadók közül, képzeljétek el, a világban. És mégis az emberek nem mennek, hanem azt gondolják, hogy ha valamit elromlott, akkor nem lehet megjavítani, ki kell cserélni, fogyasztói társadalom. Pedig sokkal könnyebb megjavítani valamit, mint kicserélni. Jó, tehát nem könnyebb, hogy is mondjam, olcsóbb. Érted? Olcsóbb. És hát ugye a párkapcsolat lecserélése is jóval drágább, mint az ember megtartja a régit. Na szóval nem is ez a lényeg. Gondold végig, hogy az emberek nem akarnak csak úgy tanulni. Tehát ezért erre magára a szolgáltatásunkra, ami a világ legjobb szolgáltatása, hiszen ha nem lesz szeretett korszak, akkor nagy baj lesz. Oké? Tehát mondhatjuk, hogy a legfontosabb tevékenység a bolygón, amit végzünk, hogy az embereket képezzük, a legfontosabb. És ehhez hozzá kapcsoltunk egy nagyon kiváló üzletet. Azért, hogy tényleg szaporodjon a tanulók száma. Oké? Egy olyan üzletet, ahol 25%-tól 76,6%-ig a tandíjból visszajuttatunk azoknak, akik részt vesznek a szervezésben. Oké? Tehát magyarul ajánlják azt, hogy jöjjenek ide mások is tanulni.
És akkor nézzük tovább. A csoportban, tehát a láncban lévő tandíjából pedig visszajutatunk számodra, ha ajánlod az embereknek a tudást, a teljesítménytől függően 5%-tól 53%-ig terjedő összeget. Ez egyébként, ezek az összegek nőnek, csak úgy mondom. A PPA vezetők segítségével egyébként ezek az összegek a világon a legmagasabb jutalékok, csak úgy mondanám. A PPA vezetők segítségével viszonylag gyorsan képessé válsz ezáltal 6-7 vagy akár 8 számjegyű havi passzív jövedelmet elérni. Miért passzív jövedelem? Mert a láncban, tehát a csoportodban a tanulók tandíjat fizetnek, és ameddig ők tanulóként tandíjat fizetnek, azután te jutalékot kapsz. Érted? Van, aki után 25 éve tanítom, 28 éve tanítom, 28 éve kapok utána jutalékot. 28 éve. Minden hónapban. Érted? A jutalékokat a jogszabályoknak megfelelően felhasználhatod rendezvényeinkre, illetve felveheted. És akkor nézzük meg, hogy mit jelent egy igazán kiváló üzlet, jó? Tehát itt van 17 pont, minél alacsonyabbak legyenek az indulási és működtetési költségek. A kezdésnél még ne kelljen rá vállalkozást nyitni. A jövedelemnek ne legyen felső korlátja. Legyen passzív jövedelem, tehát amiért az ember egyszer megdolgozott, rendszeres jövedelem legyen azt követően is. Szabadságot adó jövedelem, akkor is legyen jövedelem, ha tulajdonos hosszabb ideig nem dolgozik. Hatos, elég sok vevő legyen, aki megveszi a terméket vagy a szolgáltatást. Nincs konkurenciánk, csak úgy mondom. Hetes, tisztességes vállalkozás legyen, amely nem az emberek kizsákmányolására vagy átverésére alapul. Nyolcas, amennyiben a vállalkozás fejlődése elakad, akkor a tulajdonos kaphasson segítséget a további továbblendítéshez. Kilences, az üzlethez kidolgozott, másolható, rendszerű, és ezáltal azonnal elkezdhető legyen. Tehát az üzlet kidolgozott, másolható, rendszerű, és ezáltal azonnal elkezdhető legyen. Tízes, kötetlen munkával bárhonnan végezhető legyen. 11. Kockázatmentes üzlet legyen, tehát ne legyen mit kockáztatni. 12. Konkurenciamentes üzlet legyen. 13. Gazdasági helyzet negatívan ne hasson rá. A több lábon állást segítő üzlet legyen. Tehát az azt jelenti, hogy ne csak egy jövedelmed legyen az életedben, legyen egy másik jövedelemszerző forrás. Sőt, akár ez legyen a fő jövedelemszerző forrásod. Munkavégzés gyorsan követő legyen, tehát mikor elkezded a munkát, akkor gyorsan kapjál utána a havi jövedelmet. A vevőkör épülhet idegenekre és ismeretségi körre is. Otthonról is végezhető legyen, ne kelljen hozzá iroda, üzlethelyiség, műhely vagy raktár. A világon csak egyetlen üzlet felel meg ezeknek a feltételeknek. Amilyen? Egyetlen egy üzlet. Nincs több. Tehát nem találsz a bolygón még egy olyan üzletet, ami megfelelne ennek a 17 feltételnek. Érted? Tehát ezáltal elmondhatjuk azt, hogy a világ legjobb üzlete. Tehát nem elég az, hogy van egy világ legjobb szolgáltatása, van egy világ legjobb üzlete is. Ezzel lehet élni, lehet elmenni mellette. Oké? Ennyi. Ezt gratisban adjuk, amellé, hogy megint csöngettem neked, gratisban adjuk amellé, hogy itt tanulsz, érted? Miért? Mert aranykornak kell lenni, mert szeretett korszaknak kell lenni, érted? És ahhoz még egy anyagi világban élünk, érted? És ahhoz kell egy üzlet, egy nagyon-nagyon-nagyon jó üzlet. Érthető ez? És ez azt jelenti, hogy nagyon egyszerűen meg tudod szólítani az embereket.
Nagyon egyszerűen. Sokkal egyszerűbben, mint gondolod. Jó, és hát itt van olyan, hogy mennyit lehet vele keresni. Na? Mindjárt ide visszamegyünk. Például mondjuk, ha 24 hónap alatt csak 24 főt hozol, havi egyet, az azt jelenti, hogy két év alatt 2.600.000 forintot keresel. Ez egy kiegészítő jövedelem. De mondjuk 96 főt megajánlod, és annyi tanulód lesz, az már 19 millió forintos jutalék. Érted? Sőt, hogyha egy olyat nézünk, hogy a csoportodban minden második hónapban csak duplázottok. Érted? Minden második hónapban. Tehát az azt jelenti, hogy a tanulók, akik ott vannak a csoportodban, két havonta hoznak egy tanulót. Akkor a 24. hónapban a jutalékod 33 millió forint fölött van. A havi jutalékod. Nem az össz, a havi jutalékod. Tehát nem tudom, hogy most mennyit keresel, ahhoz képest ez több vagy kevesebb, el kell dönteni. Oké? Okay. És ezt meg lehet csinálni. Képzeld el, hogyha havonta lenne duplázódás, akkor hogy is számoltuk 36 hónap alatt a teljes bolygó létszáma tanuló lenne. Érted? A teljes bolygó létszáma. Az azt jelenti, hogy aranykor. 3 év múlva. Gondold végig, nem azt kell nézni, hogy milyen emberek vannak az ismerőseid között, mert nem tudod eldönteni, hogy most őt érdekli egy olyan üzlet, amelynek a világon a legjobb a szolgáltatása, vagy nem, ezt hagyd döntse elő. Érted? Tehát ugye én nekem mindig világéletemben volt üzletérzékem, nem véletlenül a vezetésem révén 4 piacvezetői pozíciót sikerült elérni, nem találsz a bolygón még egy olyan embert, aki ezt meg tudta csinálni. Most itt áll előtted. Egy, aki meg tudta csinálni, és slussz, a 8 milliárdból nincs még egy, amely 4 különböző területen piacvezetővé tudott tenni egy céget. Érted? Nincs ilyen. Tehát ezáltal láthatod azt, hogy elég jó üzleti érzékem van. És én nekem eszembe sem jutott 14 éve semmilyen más dologgal foglalkozni. Érted? Na, úgyhogy várunk szeretettel, amíg nem vagy tanulónk. Mindenkinek minden jót kívánok, visszaadom a szót a házigazdáinknak. Jó, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szabadcsik Miklós Mesterkócsnak a képzést. Nagyon érdekfeszítő volt. Igen, nem könnyű megszólalni egy ilyen előadás után, tehát ebben aztán volt energia, lendület, és rengeteg olyan tudás, átadás, tanítás, ami hát ha ez nem nyitja fel az emberek szemét, akkor nem tudom, hogy mi az, ami még fenyíthatja. És most szerintem erre van óriási szükségünk, hogy minél több embernek a szeme kinyíljon, fenyíljon, és a tudatosság irányába, a lelkünk irányába induljunk. Ez rendkívül fontos lenne. És igazából azért kezdtem el annak idején a Nyílt Akadémián tanulni, mert mikor megláttam az első előadást a mestertől, akkor én azt fedeztem fel benne, hogy mennyi mindent nem tudok. Különben én azt gondoltam régebben, hogy én mennyi mindent tudok, és milyen jó boldogulok az életemben. Én ezt gondoltam magamról. Olvasott embernek tartottam magamat, és igyekeztem tájékozódni, és igyekeztem nyitott szemmel járni a világban, és
és a tudás mindig is érdekelt. És az előadás után, ugye az előadás előtt ekkora volt ugye ez a képzelt tudásom, és az előadás után ennyire lement. Tehát akkor gondolhatjátok, hogy mit éreztem. És vágytam a tudásra. Tehát vágytam arra, hogy jobb életem legyen. Jobb életünk legyen. És az is megfogott ebbe az egészbe, hogy embereknek segítsek. Mert mit ér az, hogyha én boldogulok az életemben, vagy esetleg mi boldogulunk, mit ér az, hogyha többi ember nem boldogul? Hogyan lesz itt egy jobb világ? És én bennem is, bennem volt világéletemben az gyerekkoromtól kezdve, hogy valahogy tenni a jobbért. Nem tudom, hogy bennetek volt-e ilyen bármikor, gyerekkorotoktól kezdve, vagy felnőttkorotokban, hogy tenni a jobbért. Tehát tenni azért, hogy itt egy jobb világ legyen. És 16 éves körül lehettem, 16 éves és álltam az udvarunkon, nyár volt, jó idő volt, 16 éves lettem, és gondolkodtam azon, hogy mit is fogok én csinálni egy munkahelyen. Láttam apámat, anyámat, hogy a munkahelyre jártak, persze hál' Istennek mellettem még vállalkozók is voltak, és az a gondolat jött, hogy de hogyha én kikerülök az iskolából, mit fogok én ott csinálni a munkahelyen? Idegennek éreztem a munkahelyet. Nem tudom ti, hogy voltatok vele, vagy hogy vagytok vele, de én az iskolát is úgy értem meg, hogy egy kényszer, egy rabszolgaság, és baromira utáltam az iskolát, és baromira utáltam majd később, hála a Jóistennek nem sokat voltam munkáján, külföldön többet dolgoztam, mint Magyarországon. Persze azért nem voltam munkakerülő, tehát azért a munka nem áll messze, nem áll tőlem ugye messze, és ott is azért oda tettem magam, de az a pár év elég volt. Írországban éltünk egyébként, párommal külföldön is ott is dolgoztunk, és ugye itt Magyarországon is dolgoztam, de több munkahelyen is, tehát több különböző munkahelyem is volt. Azt éreztem, hogy nem vagyok szabad ember. Nem a pénz motivált engem igazából, hanem a szabadság, a szabad élet. Szabadságra vágytam. Szabad akartam lenni. Azt akartam, hogy a többi ember is szabad legyen. És a szabadság az, ami motivált. És itt a PPL Nyíltak Akadémiánál nem csak tudás van, módszerek vannak, mert ugye a tudás mit ér módszerek nélkül? Tehát kell a módszer, hogy hogyan csináljuk meg azt a dolgot. Hogyan tudjuk az életünket jobbá tenni, hogyan tudjuk a többi életet jobbá tenni. De itt megvan az is, hogy szabadság. 2005 óta van passzív jövedelmem. 2005 óta. És mikor én megtapasztaltam azt, hogy mi az, hogy passzív jövedelem, hogy van olyan, létezik ilyen, hát azt sem tudtam, hogy ilyen létezik egyáltalán. Akkor még nem itt a P-ben, a nyilván, hanem egy másik üzletben tapasztaltam meg. Akkor rájöttem, hogy nekem ez kell. Nem akarok rabszolga módba élni munkahelyen, senkinek a kiszolgáltatottja nem akarok lenni. És azt kerestem, hogy hogyan tudom növelni ezt a jövedelmet, és itt találtam meg végül, ugye több különböző üzletben voltunk, itt találtam meg végül azt, hogy hogyan tudok minél több embernek segíteni, hogyan tudunk létrehozni közösen egy jobb világot, és hogyan lehet ebből egy családnak megélni, jól megélni. És hála jó Istennek, egyre inkább tapasztaljuk. És nagyon-nagyon hálásak vagyunk Szelecsök Miklósnak és a fentieknek, hogy létrehozta ezt a szervezetet. Mert ha ez nincs, az emberiségnek vége. El vagyunk veszve, ez az utolsó szalmaszál, amiben az emberek kapaszkodhatnak. Nincs más. Semmilyen más lehetőség nincs. Ha tudtok jobbat, mondjátok meg. Jó? Bárki közletek tud ettől jobbat? Hallott ettől jobbat? Életedben vagy másoktól? Bármilyen jobbat? Semmi, sehol nem tudtok az egész bolygón mondani mást, ami ettől jobb, etikusabb, törvényesebb, tisztességesebb lenne, mint ez. 7 éve vagyunk itt, lassan a párommal, és azt már megtapasztaltuk.
elvettem a szót a páromtól, bocsánat, most már. Te jössz. Igen, mindenben egyetértek a párommal, amiket mondott. Itt a mesterünk kivetítette előbb, hogy a képzésünk havi értéke 200 ezer forint. Én erre azt mondom, hogy a képzéseink értéke felbecsülhetetlen. Mert van itt olyan személy, aki szerintem már gyerekkorom óta ismer engem. És tudja azt, hogy hol éltem, milyen családban éltem. Semmi probléma nem volt a családommal, hála Istennek, szeretetben nőttem fel. Én is tanultam, utána dolgozni mentem, és nem tudtam elképzelni még akkor azt magamról, hogy valaha én olyan dolgot elérhetek, hogy vállalkozó lehetek. Hamarosan nagyon jó eséllyel cégtulajdonosok leszünk, és ezt mind a mesterünknek köszönhetjük, Szedlacsik Miklósnak. És ez csak egy nagyon kicsi töredéke annak, amit a 7 év alatt adott nekünk ez a képzés, mert annyi változáson mentünk keresztül, mindketten, hogy nem is gondoltuk volna soha, hogy ilyen életünk is lehet. A párkapcsolatunk egyre jobb, az anyagi helyzetünk egyre jobb, a szüleinkkel, gyermekeinkkel egyre jobban tudunk bánni, és ez manapság, hogy egy gyereket helyesen és jól tudjunk felnevelni, ez nagyon-nagyon fontos dolog. Azt hiszem, hogy a 7 év alatt nekem talán a legfontosabb az volt, hogy el tudtam azt érni a párommal együtt, hogy fő tevékenységben egy ilyen üzletet végezhessünk, és meg tudjam azt tenni, hogy otthon maradok, otthon vagyok a családommal. Ha a gyerekek valami oknál fogva nem tudnak iskolába menni, ott vagyok nekik, bármikor el tudok menni oda, hova éppen menni kell, szeretnék. Úgyhogy ezt el sem tudom mondani, hogy mennyire fontos nekem ez, hogy én otthon lehetek, és nem kell napról napra munkahelyre járni, és börtön volt számomra azok az évek. Hála Istennek olyan túl sok évet nem töltöttem munkahelyen, de elég volt az bőven, amit nem volt semmi gond, kijöttem mindig a munkatársakkal, dolgoztam, tettem a dolgom, amit kell, de egy munkahely és egy vállalkozás, ami egy ilyen típusú vállalkozás, amit mi végzünk, hát ezt nem lehet egy lapon említeni. És nagyon-nagyon sok pozitív változás történt a személyiségemben is. Én nyilván van, életünk végéig fejlődünk, mindig van mit tanulni. Nekem a legfontosabb az, hogy én nagyon adtam mások véleményre, hogy megfelelési kényszer. Sajnos megvan még mai napig is valamilyen szinten, de már sokkal jobb. De már el tudtam azt élni, hogy már tudom azt mondani, hogy engem nem érdekel, hogy ki mit gondol rólam. Az elején, amikor elkezdtünk ezzel az üzlettel foglalkozni, itt tanulni, akkor ugye kaptunk hideget, meleget, de olyan emberektől, akik azt sem tudták, hogy milyen dolog ez, utána sem jártak, nem is vették a fáradtságot, hogy meghallgassák, hogy mi ez, és emiatt kicsit úgy, akkor még munkahelyre jártam, aztán, hogy hát ez a megfelelési kényszer, beilleszkedés, hogy nem mondjanak semmit, úgy nem mertem ajánlani, nem mertem ezt felvállalni, hogy mi itt tanulunk. És utána elgondolkoztam majd idővel, hogy hát mekkora hülyeséget csinálok én, hát mi az, hogy én egy ilyen fantasztikus dolgot, amit mi végzünk, nem velem felvállalni, hát
És akkor úgy szépen lassan elkezdődött a PPH-s pályafutásunk, és mára már tényleg ez a fő bevételi forrásunk, és az, hogy embereknek segíthetünk, hogy ők is minél jobb életet élhessenek, erre nincs jobb lehetőség. Soha az életben nem. Mindig szerettem volna egy olyan tevékenységet folytatni, ahol segíthetek az embereknek. Nem tudtam úgy megfogalmazni, hogy mi is lehet az, éppen azért mindig olyan nehezen megcsináltam ezt a szakmát, azt a szakmát, de egyikbe sem éreztem jól magam. Nem szerettem csinálni. És mikor rátaláltunk a PPH-ra, ott még az elején még nagyon picik voltak a gyerekek, és nem foglalkoztam úgy még vele. De aztán, ahogy hónapról hónapra, hétről hétre, hónapról hónapra hallgattuk a képzéseket, és úgy mélyültek el bennem az információk, a sok tudás, amit átadott a mesterünk, és elkezdtük a módszereket is használgatni az elején. Észrevettük, hogy úgy kezd az életünk jobbá válni bizonyos területeken. Néha meg is lepődtünk egy kicsit. És igen, néha meg is lepődtünk. Aztán, ahogy teltek az évek, úgy olyan változások, olyan pozitív dolgok történtek velünk, hogy... Tudatosságfejlődés. Igen, a tudatosságfejlődés által, hogy csak néztünk, hogy ilyen is van. És számtalanszor megtapasztaltuk a fentiek segítségét. Tettük a dolgunkat, akkor hihetetlen, hogy milyen segítségeket kaptunk. Gördültek el akadályok, anyagi helyzet is, így semmiből váratlanul olyan dolgok történtek, hogy segítettek az anyagi, megoldott a problémák az anyagi helyzetekben, és hát tudnám sorolni még jó sokáig, hogy mit adott nekünk a PPH Nyílt Akadémia. De hát csak azt tudom javasolni mindenkinek, hogy kezdje el a tanulást. Ne várakozzon, mert sajnos itt már nincs mire várni. Igen. Tandíjról beszélsz röviden? Hát a tandíjat a mesterünk elmondta az előbb, levetítette. Igazából a mai világban ez a havi 12.500 forint, ez már... Igen, tehát úgy gondoljuk, hogy ez az a kategória, ami mégis bárkinek megfizethető. Tehát 12.500 forint a havi tandíjunk, ettől eltér ugye az első hónap, 19.700 forint. Szeretettel várunk mindenkit. Akartam még valamit mondani? Tehát sok szeretettel várunk közénk mindenkit, aki úgy gondolja, hogy tetszett neki ez az előadás, a mesterünktől, és hasznos volt. És a szünet után gyereknevelés coachképzésünk lesz, amelyen ha szeretnél részt venni, akkor szeretettel várunk. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy megtiszteltél bennünket a részvételeddel, és akkor elköszönünk tőled. Most pedig 30 perc szünet következik, ami azt jelenti, hogy 18 óra 33-ig. 30. Jó, köszönjük szépen! Köszönjük!